Köszöntöm a Telena magazin nézőit, Jela Jászmin Grész vagyok. Nézzük, mit kínálunk a mai műsorunkban. A Mözsi postahivatal is becsukja a kaput. Fákat ültetnek a gyerekekért. Föld közelben, rögök között a magházban. Újra lesz altaripa foci torna. A Magyar Posta listája szerint országosan 366 helyen, 210 településen fog ideiglenesen szünetelni a szolgáltatás. Ezek közé tartozik a Tolna-Mözsi hivatal is. A helyiek felháborodással fogadták a hírt. Megítélésük szerint nagyban visszaveti a településrész életét a döntés. A lakók attól tartanak, véglegesen elvesztik az egyébként nagy forgalmú postahivatalukat. A Magyar Postára is vonatkozik a 25%-os megtakarítási rendelet az energiafelhasználásra vonatkozóan. Ezt pedig csak úgy lehet elérni, ha bezárják az alacsony forgalmú postákat. Az országban 306 postahelyen 210 településen fog ideiglenesen szüneteltetni a szolgáltatás november 12-től. Ebbe a sorba tartozik a Mözsiek postája is. A döntés jelentős felháborodást okozott a helyiek körében. Katasztrofális állapotok. Ez felháborító. Mözsnek ez volt az egyetlen még, ami föl lehetett pénzt venni, vagy elintézni az öregeknek a nyugdíj fővételt, meg a mindent. Most szegények majd hova mennek? Tolnára? Mert azt mondják, hogy ott nyitnak egy ablakkal többet. Ez nem állapot, ami itt megy. Ami készült a riport, számtalan autó jött-ment a hivatal környékén, és jelentős volt a forgalom a kis postán. Szerintem felháborító, mert itt ez nem egy olyan posta, ahol nincsenek ügyfelek, hanem itt folyamatosan nagy a forgalom. Úgyhogy szomorú vagyok, és én is ide járok mindig, úgyhogy most Tolnára majd, ott szerintem rettenetes sorok lesznek. Hát szerintem ez a vég, mert ahol már iskola, sőt, most már posta se lesz, hát az akkor hova vezet. A kis posta állaga jelentősen leromlott, az elmúlt években nem fordítottak forrást a rendbetételére. Nagyon fontos volt, mert hát általában ide járunk mindig postákra. Úgyhogy sajnálom, hogy lezárják. Lehetett mikor? Volna más döntés? Hát maradhatva, föl kellett volna újítani egy kicsit. Ennyi az egész, mert amúgy meg egy bejáratos helyez végig. Ez nagyon rossz lesz egyes embereknek, az idősebbeknek, akik nem tudnak menni, hát még a fiataloknak is szerintem, mert itt a Mözsibe csak ez az egy van. Ugye Tolnára nem mindenki tud bemenni. És hát ez nagyon szomorú, hogy ez így adódott, hogy be kell zárni sok embernek. Koncz Jánosné a településrész önkormányzati képviselője azt mondja, a döntés jelentősen visszaveti majd Mözs életét. Váratlanul ért a településrészt, és elég rosszul. Engem is, mint magánembert, hiszen én is csekkenfizető vagyok, de itt a településen elég sokan. Tehát a posta forgalma nem egészen, szerintem nem egészen indokolja ezt a bezárást, de sajnos az állapota, mint ahogy látjuk is itt a háttérben, elég leromlott. Ez már köszönhető a posta mulasztásának, mert én úgy gondolom, ennek már több éve ideje lett volna a felújításának. De még ennek ellenére is a lakosság arányos forgalma az még így is nagyon magas volt, hiszen ide jártak a környékről nagyon sokan, tehát Szekszárdról, Fácánkertről, Tolnáról rengetegen. Hát ezért is ért minket azért váratlanul, mert nem gondoltuk, hogy ilyen forgalom mellett azért be fogják zárni a postánkat. És mindenképpen nagyon rossz, mert sokan fizetnek csekkel, sok az idős ember a település részen, akiknek most buszra kellene szállni, sorba állni Tolnán, újra buszra szállni, és csak úgy hazajönni. Nem biztos, hogy ezt mindenki be fogja vállalni. És mindjárt megkapjuk, hogyha problémázunk ezen a dolgon, hogy fizessünk online, de ezek az emberek már nem fognak tudni online fizetni. Nagyon sokan az idős emberek közül olyan unokákkal, illetve gyerekekkel vannak, akik már vidéken vannak, tehát messze, nem tudják azt csinálni, hogy most mit este kiugrok, ma is feladom a csekjeidet. Tehát nagyon, nagyon rosszul érintette ez a településrész lakóit. Vállalkozás formájában, mobil posta formájában fölmerültek többféle lehetőség, de a döntést a posta fogja megmondani, hiszen az épület maga, illetve a szolgáltatás nyújtása is az ő privilégiuma. A posta a településrész szolgáltatói központjában helyezkedik el, bolt és mezőgazdasági termékeket árusító üzlet tűszomszédságában. Őket is hátrányosan érinti majd a bezárás.
Akik eljöttek postára feladni a csekkeket, azok pikpak ezt a két üzletbe elintézték a dolgukat, és úgy mentek haza. Na most ez semmiképpen nincs, úgyhogy visszaveti a boltoknak a forgalmát is, és hát így a település részét is. Amúgy is egy kicsit a szélén vagyunk, én azt gondolom, Tolnának, és ez, hogy a postaszolgáltatás elmegy a faluból, ez azért nagyon-nagyon-nagyon érzékenyen érinti a település részét. A Magyar Posta állítja, ideglenes bezárásról van szó, de a helyiek ebben kételkednek. Szerintük, ha egyszer bezárták, többet nem fogják kinyitni kedvenc kis postájukat, mert egyszerűbb lesz Tolnán üzemeltetni, mint felújítani és működtetni a Mözsi hivatalt. Első körben 15 család jelentkezett a Virágos Tolnáért és Mözsért Egyesület kezdeményezésére, melynek célja, hogy ligetet hozzanak létre a mözsi temető tűszomszédságában. A zöld terület fáit azok a növények alkotják majd, amelyeket a szülők ültetnek megszületett gyermekeik tiszteletére. A kezdeményezés célja, hogy ezzel is erősítsék a köteléket a településen született gyerekekkel. Néhány héttel ezelőtt számoltunk be arról, hogy a Tolnai Önkormányzat mellett működő Virágos Tolnáért és Mözsért munkacsoport átadta a legszebb porták tulajdonosainak járó elismerést. Akkor a bizottság elnöke Herczig Lászlóné arról beszélt, fontosnak tartja egy olyan városkép kialakítását, melyben az itt élők jól érzik magukat, és amely képes kötődést kialakítani a településhez. Akkor vetődött föl a gyerekek parkjának ötlete. Ezek a karók jelzik, hová kell ültetni a fákat azoknak a családoknak, akik jelentkeznek a felhívásra. A Tolnai Önkormányzat mellett dolgozó szervezet azt is célul tűzte ki, más településekhez hasonlóan olyan parkot hoznak létre, amelyben az itt született gyerekek tiszteletére telepítenek fákat minden esztendőben. Pont az a cél, hogy ennek a ligetnek a megkezdésével, megvalósításával elinduljon egyfajta közösségi, társadalmi kohézió is, ami segíti azt, hogy születendő gyermekeink és a családjaik érezzék azt, hogy a gyökereik itt vannak a szülőföldön, a településen és a hazájukban. Most ott tartunk, hogy beérkeztek első körben a szülőktől az igények. Meg is lepődtem rajta, hiszen pár nap alatt 15 család jelentkezett 16 gyermekkel, és ez meglehetősen örömet okozott, hiszen ebből látszik, hogy az emberek igazából érzékelik ennek a jelentőségét. Ez a csoport nagyon szeretné elérni azt, hogy mostantól kezdve, ha fát ültetünk Tolnán, akkor annak a fának legyen neve, hozzátartozója, gazdája. Vonatkozik ez azokra a faültetésekre is, amelyek esetenként fapótlás keretébe kerülnek majd elhelyezésre. Ilyenkor mindig egy akciót meg fogunk hirdetni, és kérni fogjuk a szülőknek a jelentkezését, hogy egy-egy fát úgymond fogadjanak örökbe, és szerepeljen rajta egy-egy gyermeknek a neve. A tervek szerint a ligetben nem csak növények kapnak majd helyet, hanem padok és sziklakert is teszi majd otthonosabbá a területet. A szervezők azt szeretnék, hogy a város olyan fákkal legyen tele, melynek van gazdája és hozzátartozója. Valahol megérteti azt, hogy mindenki tartozik valahova, mindenki jön valahonnét. És aztán, ahogy mondja a mondás is, hogy ha jól emlékszem, egy latin mondás, hogy adjunk a gyerekeknek gyökereket és szárnyakat. Ez egy gyönyörű régi mondás, és én azt gondolom, hogy ez valahol itt kezdődik. Aztán folytatódik az intézményeinkben, és felnőttként nyilván folytatódik a társadalmi életbe való beilleszkedésbe. Van annak egyfajta jelzésértéke, mondja Herczig Lászlóné, hogy a gyerekek parkja a temető mellett kap majd helyet. Itt volt a legnagyobb olyan területünk, ami alkalmas arra, hogy egy ligetet létrehozzunk benne. De azt gondolom, hogy az emberek életében a születés és a halál az valahol összetartozik között egy nagyon hosszú úttal. És ennek a kettőnek meg kell férnie egymás mellett, hiszen egyébként meg szervesen összetartozik. Aki ide eljön és rendbe teszi a kisgyermeke fáját, akár vele együtt, akár eleinte még nélküle, az, ha van itt hozzátartozója, oda is be tud térni. És valahol ennek, ha ez így is megfogalmazható, akkor van egy szimbolikus jelentősége. A liget kialakításának első kapavágásaira a napokban kerül majd sor a Tolna-Mözsi temető tőszomszédságában.
Most rövid reklám következik, majd egy kiállításra invitáljuk Önöket, melyen a Stancsik József fából készült szobrait tekinthették meg a látogatók. Maradjanak velünk, mindjárt folytatjuk a magazint. Autója elromlott? Kötelező szervizre van szüksége, vagy csak ellenőriztetni járműve állapotát? Akkor keresse az Antal Service Kft-t, a Bosch Car Service hálózat partnerét. Autóját prémium minőségű Bosch alkatrészekkel javítjuk. Bosch Assistance szolgáltatásunk keretében meghibásodott járművét ingyenesen beszállítatjuk. Vállalunk továbbá műszaki vizsgáztatást, eredetvizsgát, teljes körű számítógépes diagnosztizálást, gumijavítást, centírozást, benzines befecskendezők javítását, klímafeltöltést és javítást. Új szolgáltatásaink automata váltó olajszerviz professzionális átöblítéssel, üzemanyag és szívórendszer tisztítás, porlasztók bevizsgálása alacsony és magas nyomású rendszerekre. Gyors, precíz ügyintézéssel, helyszíni biztosításkötéssel, nagy szakértelemmel vár mindenkit az Antal Service Kft. Tolnán, a Szedlesi utcában. Telefon 74-es körzet 540-703. Jogosítványt szeretne? Kapcsoljon velünk turbofokozatra! Autós iskolánkban moped, motorkerékpár, személy- és tergépkocsi, valamint nehéz pótkocsi kategóriában állunk rendelkezésre gyakorlott oktatókkal. Klimatizált tantermeinkben számítógépen zajlik a vizsgafelkészítés, de vállalunk távoktatást, e-learninget is az összes kategóriában. Részletfizetés lehetséges. 20 éves korig 25 ezer forintig állami támogatás is igénybe vehető. Kapcsoljon velünk turbófokozatra, Turbóautós iskola Tolna, Deák Ferenc utca 5. Ismerjék meg a Tolnai Szent István Katolikus Gimnázium képzési formáit. 6 évfolyamos osztályunkban emelt óraszámú angol vagy német nyelvi képzés. 4 évfolyamos képzésünkben emelt óraszámú angol vagy német nyelv. Továbbá választható humán, reál vagy sportspecifikáció. Tolnai Szent István Katolikus Gimnázium. Remény és jövő. Előbb a sport szeretete, majd az alkotás szabadsága hozta Tolnára Stancsik Józsefet Balassa gyarmatról. A fafaragó alkotónak most a Magházban nyílt kiállítása. Évtizedek munkáját mutatja be a faszobrokat tartalmazó tárlat, ami most nyílt meg a Tolnai Magházban. Stancsik József alkotó még a pedagógiai főiskolán készítette első munkáját, a fa szeretete viszont sokkal korábban megfogalmazódott benne. Gyakorlatilag Örkényben, ahol apró srác voltam, nagyon kis falu és paraszti életből, paraszti munkából élt mindenki ószerivel, és a parasztembernek arra szüksége volt, hogy ami nem volt meg, azt csinálja meg magának. És hát így kezdtem el én is a bicskát kezelni, meg a kést, és egyre több mindent faragtam meg magamnak, csináltam meg magamnak, és később aztán a főiskolán már, mikor művészekre is kacsingattam, szóval Borsos Miklósnak, ő volt az egyik kedvencem, ma is, és egy olyan kiállítását láttam, amire azt mondtam, hogy Jézus Mária, hát ilyet én is tudok csinálni. És láss csodát, nem tudtam, és sokat szorra sem tudtam, és egyszer csak elkezdett valamire hasonlítani, akkor meg már annyira föllelkesedtem, hogy na, akkor csináljuk. És gyakorlatilag így jutottam el odáig, hogy most már meg is veszik. Paraszti életből jöttem, ott éltem az életem jelentős részét, később is agronómusként kezdtem a pályámat. És engem annyira megfogott a paraszti életnek az a fajta tisztasága, amit gyerekként megtapasztaltam,
az a munka, az az életvitel, amire a parasztember rákényszerült, és amennyire tisztelettel, alázattal tudta ezt végigvinni, végigcsinálni, hogy én szentül meg vagyok győződve, hogy az egy olyan tiszta, ártatlan, szép élet, amit terjeszteni kellene, legalábbis a felfogást. Nincs két egyforma fa, így nincs két egyforma alapanyag sem, vallja az alkotó. Ha szabad ilyet mondani, hogy az arszpori poétikán is, hogy a fa él. A fával lehet üzenni, akkor is, hogyha kivágták. És én azt hiszem, hogy annyira emberközeli, és annyira végigkíséri az ember életét, hogy a fában gyakorlatilag minden benne van, amit az ember megél, vagy szeretne megélni. Meg lehet erőszakolni a fát, de az nagyon nem jön át. Tehát akkor az üzenet az mellé csúszik, ott valamit csúsztat az ember, és nem lesz meg a néző, meg az alkotó, meg a mű között a hármas összhang. Akkor jó, akkor szerencsés, hogyha így, ahogy édesapja mondta, hogy megvan a fában az adottság, és azt az adottságot tudjuk átvinni, és azzal tudunk kezdeni valamit. Stancsik József számára nem ismeretlen Tolna és a település környéke. A sportolóból lett alkotó ugyanis hosszú évek óta rendszeres vendég errefelé. Triatlon sport kitörése elején belecsöppentem ebbe a dologba, és jártunk le Faddomboriba minden évben versenyre is, meg edzőtáborozni is, és számos alkalommal laktunk itt bent Tolnán, itt kaptunk szállást, és innen az ismeretség Makó Zolival, Cenc Petivel, de hogy Tolnának van balassagyarmati kötődése is, a Hága Laci felesége, Eszti, ő meg balassagyarmati származású, úgyhogy igen, vannak kapcsolataink. Ugyanúgy Paksról például most van itt egy család, ő Kecskeméten volt nejemnek csoporttársai. Tehát a régió azért nagyon ismert, és sokat, 10 éve, 12 éve járunk ide Tolnába nyaralni a nagy családommal. Stancsik József Földközelben Rögök között című tárlata november 25-ig látogatható a Tolnai Magházban. Egyre fogynak a csapatok, ahogy öregszik az a generáció, akiknek a szabadidő eltöltésében nagy szerepet játszott a sport, és ezen belül a labdarúgás. Az Altaripa teremfoci torna fénykorában 15-20 csapat is jelen volt a városi sportcsarnokban, míg az ideire eddig csak 5-en nyújtották be jelentkezésüket. Pedig, mondja a főszervező, kevés olyan sportcsarnok marad nyitva a növekvő energiaárak miatt manapság, ahol rendszeresen lehet játszani. Ilyen férfias küzdelmeket hozott minden esztendőben az Altaripa teremfoci kupa Tolnán. Az évek alatt összeszokott csapatok mérték összetudásukat heteken keresztül, hogy aztán a győztesek büszkélkedhessenek sikerükkel, ám a lendület az évek alatt alább hagyott. Ez úgy indult igazából, amikor a sportcsarnok megépült, a Schmidt Józsi bácsi akkori sportcsarnok igazgatója kezdte szervezni, és akkor, hogy jobban menjen meg kevesebb, hát, hogy fejezzem ki magam, kevesebb dolga legyen, mert el volt foglalva a csarnok vezetésével, megkért, hogy segítsek. Gyakorlatilag 35. éve folyik ez a bajnokság. Kezdet-kezdetén 3 osztályban volt, és a 3. osztályban is még selejtezők kellett bejutni. Ma sajnos már csak a szenior bajnokság üzemel, 5 csapattal. A megszokott társaságok közül is van olyan, aki akár a végső győzelemre is esélyes lehetett volna, most mégsem adta be a jelentkezését. Krekó György abban bízik, sikerül még újabb alakulatokat összeverbuválni, annak érdekében, hogy az Altaripa kupa ne csak nevében maradjon meg a labdarúgás szeretők emlékezetében. November 18-án kezdenénk a bajnokságot, kimondottan az öreg fiúk részvételével. Fiatalokat nem tudom miért, egy az egybe abba hagyták. Nincsen érdeklődés, hogy a bajnokságot rendezzünk a részükre. Csak az öregek, a mi korosztályunk, a 40 meg a 60 közötti, az él a foci lehetősége. Pedig nagyon meg kell gondolni, mert a mai nehéz gazdasági világban nem minden sportcsarnok lesz nyitva.
és nem mindegyik lehet igénybe ilyen feltételek mellett, amit a Tolna is volt csarnok biztosít a részünkre. Szerintem ez az 50-60 nagy születésű generáció azért összetartóbb, meg jobban érdekelte a sport, és leülnek, beszélgetnek minden. A mai fiatalok elmennek diszkózni, hazajönnek hajnalba, utána alvás, aztán igazából nem érdekli őket a futball, szerintem. Az idei esztendőben jelentős segítséget is kapnak a csapatok. A szervezők pályázaton nyertek forrást arra, hogy a szenior bajnokságban indulók nevezési díjakban segítséget adjanak az indulóknak. A versenysorozaton résztvevőknek 10 fordulóban kell helytállnia a pályán. Ahogy a nagy pályán is dívik, van őszi és tavaszi szezon, amikor is egyenlő arányban osztanak meg a játéknapok. A győztes csapat pedig magasra emelheti azt a kupát, mely 35 esztendeje minden évben várja Tolna legjobb kispályás csapatát. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!